Önök Fej Tamás műsorát látják Budapestről. Ez a dosszi. Akik láttak Magyarországon akasztást, azok szerint ez a kivégzési mód nagyon gyors. Ha ilyenkor lehet humánumról beszélni, vagy kíméletről beszélni, rendkívül gyorsan zajlik le. Az akasztásra váró gyilkosokat ez persze nem nyugtatta meg. Ők pánikban voltak. Hát féltem, persze, hogy féltem. Hát az egy őrült, aki nem félt ilyen helyzetben. Az akasztófa alatt azonban már egyetlen gyilkos sem kiabált. Mindenki nyugodtan halt meg. Egyetlen egyen sem fordult elő az, hogy őrjöngött volna. Dosszié. A stúdióban Fej Tamás. Jó estét kívánok! Legyen-e ismét halálbüntetés Magyarországon? Felmérések szerint ezt a kérdést mi magyarok egyre többször tesszük föl magunknak, feltehetően a fokozatosan romló gyilkossági statisztikákat hallva. Talán olvastak róla, hogy a közelmúltban szabályos aláírásgyűjtő akció indult Magyarországon annak érdekében, hogy visszaállítsák az 1989-ben eltörölt halálbüntetést. Mi munkatársaimmal nem arra vállalkoztunk, hogy igazságot tegyünk, hogy sugalljuk önöknek, hogy jó-e vagy rossz, hogy nincs már halálbüntetés Magyarországon. Sokkal inkább azt szerettük volna, hogy nyilatkozatra bírjuk azokat az embereket, akik részt vettek akasztásokban, kivégzésekben még 1989 előtt, tehát amikor még volt halálbüntetés hazánkban. Részt vettek akár őrként, akár hóhérként, akár nevelőtisztként, bárhogy. És hát szerettük volna nyilatkozatra bírni azokat a gyilkosokat is, akiket ott a halálbüntetés eltörlésének környékén, tehát 1989-ben és azt megelőzően halálra ítéltek, akik a síralomházban ültek és vártak arra, hogy fölakasszák őket, de szerencséjükre, mire az akasztófa alá jutottak volna, épp eltörölték a halálbüntetést Magyarországon, így most életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltik. Akik gyerekekkel szokták nézni a Fej dossziét, azoknak mondom, hogy én azt hiszem, hogy a ma esti műsor az nem kisgyerekeknek való. Magyarországon gyilkosok akasztásáról soha nem csináltak filmfelvételt. Amit most látnak, azt lengyelek készítették fekete-fehér filmszalagra. A magyar börtönökben 1989-ig, a halálbüntetés eltörléséig ugyanilyen drasztikus módon zajlottak az akasztások. Ezért aztán érthető, hogy akit a bíróság halálra ítélt, az félelmében majdnem elájult. Ha két oldalt nem fog két év, akkor össze is rogytam volna. Azért nem rogytam össze, mert fogtak oldalról. Ezt kívülről ezt nem tudja senki, hogy ez milyen érzés, hogy más ember felette hala kimondja az ítéletet. Méghozzá a halálos ítéletet. A 30 éves Kardos Aladárt 1989. februárjában ítélték halálra egy 11 éves kislány meggyilkolásáért. Részlet a bírósági jegyzőkönyvből. A vádlott a kislányt megütötte, folytogatta, majd a hason fekvő leánygyermekre teljes súlyával rátérdelt és a felső testét végig taposta. A kislány a taposás következtében májszakadást, szívburokrepedést, tüdőrepedést és mindkét oldalon többszörös bordatörést szenvedett. A halálokának folytogatást állapítottak meg. Az állítása szerint ma már istenhívő gyilkos, miután megölte a kislányt, elrabolt annak 900 forintot érő fülbevalóját. Kardos Aladár manapság napi 4 órán keresztül olvassa a Bibliát. Mint mondja, leginkább akkor félt az akasztástól, amikor a bíróság másodfokon is halálra ítélte. Mikor megvolt a másodfokú tárgyalásom, ahol helybe hagyták az elsőfokú bíróságnak a végzését, és jogerősen halálra voltam ítélve. Bármelyik pillanatban elvihettek volna az ítélet kihirdetésre, és 24 órán belül a síralomházba végrehajtották volna az ítéletet. Onnantól tényleg teljesen összetörtem. Ilyenkor fizikailag az ember úgymond összerogyik, tehát a lábán tud maradni? Fizikailag ezt én például úgy értem meg, hogy teljesen lefogytam, 30 kilót lefogytam. Két hónap alatt 30 kilót. Vártam halált? Állandó idegfeszültségbe értem. Féltem az ajtó zörgéstől, a kulcs zörgéstől, hogy mikor nyílik az ajtó, mikor mondják azt, hogy lépjek ki az árkából. És onnantól kezdve nincs visszaút. Az időtájt tudott álmodni?
nem álmodtam, mert nem is nagyon aludtam. Napi egy órát, másfelet aludtam, mert nem bírtam elaludni egyszerűen, pedig elég sok gyógyszert kaptam mindent, mert feszült voltam. Nyugtatókat? Igen, nyugtatókat kaptam. És az az állandó idegfeszültség, hogy egyszerűen remegtem, meghallottam, hogy nyitódik az ajtó, mert remegtem. Legszívesebben elbújtam volna az ágy alá, de nem bújhattam volna, mert ott is megtalálok. Bele lehet ebbe szabályosan őrülni? Igen. Én ott őszültem meg. Ott kopaszottam meg. A 30 éves koránál szerintem idősebbnek látszó, és cellájában naponta órák hosszat föl-alá járkáló kardos Aladár jelenleg Szegeden tölti életfogytig tartó börtönbüntetését. Amikor még az akasztásra várt, és nem tudta, mi lesz vele, nos akkor ebbe a budapesti börtöncellába volt bezárva. Ez a vaságyas és lecsavarozott asztalú kővécés helység volt ugyanis a fővárosi börtön síralomháza. Kardos Aladár itt találkozott a hóhérral. Nem tudtam, hogy ezért szállják, hogy ő hóhér. Azt mondták rá az őrzői, meg az őrök is, hogy ő a hóhér. Alarnagyi rangban volt, ő kétszer-háromszor meg is nézett engem. Mikor jogerős halálos ítéletem volt, hogy próbált meg szikailag hatni rám, ami elég jól sikerült is neki, mert utána napokig sírtam, mikor megláttam, sírtam a félelemtől. Mert mit mondott önnek? Nem mondott semmit, csak ő benézett az árkába, és csak vigyorgott rám. Ez a vigyorban ebben benn volt minden, nem fűzött hozzá semmit. Vigyorgott. És akkor ön? Azt gondoltam magamban, hogy elutasították az elnöki tanácsnak a kegyelmét, ő már tudja ezt a papírt, és másnap elvisznek. És sírt? Igen, napokig sírtam. Félelemtől. Ha ilyenkor lehet humánumról beszélni, vagy kíméletről beszélni, rendkívül gyorsan zajlik le. Rövidebb ideig zajlik le, mint amilyennyi idő alatt ezt elmondtam. És ez teljesen így igaz, Tamás. Ha valaki, akkor Újszászi Zoltán tényleg tudja, hogy milyen gyorsan zajlott le egy akasztás. A 41 éves pszichopedagógusnak ugyanis a 80-as években az volt a dolga, hogy a halálra ítéltekkel töltse az akasztás előtti utolsó éjszakát. A világ minden táján hamutartókat vásárló egykori nevelőtiszt, ma a veszprémi börtön parancsnoka. Néha egyedül beül egy üres cellába, és még ma is azon tűnődik, hogy a halálra ítéltek vajon a kivégzés előtt néhány órával miért nem voltak pánikban, és hogy miért nem bánták meg bűneiket. Egy ember, akit kivégeztek másnap, ő azt mondta, hogy kicsit cinikusan mondta, illetve mondom én cinikusan, hogy félmunkát végeztem, mindenkit meg kellett volna ölni. Tehát nem volt bennük pánikérzés, nem volt bennük félelemérzés, nem érezték azt, hogy valahol tudatlanul biztos, hogy érezték, hogy őnekik már innen nincs kiút. Ha nem féltek, akkor végülis mi volt ezekre az emberekre a jellemző? Pánikban voltak, dühösek voltak? Nem hiszem, hogy dühösek lettek volna, vagy pánikban lettek volna, bár tudatalata ez az érzés, ez lehet, hogy megvolt bennük, de volt olyan, aki azt mondta, hogy most már menjünk ki, mert aludni akar, és betakarozott, és falfele fordult, és a kivégzéséig aludt. Tudott aludni? Tudott aludni. Aludt, mert láttuk, hogy aludt. Újszászi Zoltán úgy emlékszik, hogy a reggel 5 órakor végrehajtott akasztások előtt az elítélteknek már nem volt étvágya. Akkor viszontlátásra. Néhányan az utolsó vacsorára palacsintát kértek. Volt, aki görögdínyét, de a többség semmi különösre nem vágyott. Nem kért senki semmiféle extrát, semmiféle különleges kívánsága nem volt. Volt, aki kért egy sima teát, azt hitte egész éjszaka, abból ivott egész éjjel. Volt, aki a felkínált vacsoráját nem fogadta el, nem kérte, teljesen tisztelte, normális ember módján annyit mondott, hogy köszönj, hogy nem kér vacsorát. Tehát nem volt egy olyan utolsó nagy evészet? Nem volt, nem. Semmi nem volt olyan, amire azt mondanánk, hogy na, nagy utolsó dolog, hogy most utoljára bármit csinálok. Nem, semmi, teljesen természetesen viselkedett mindenki.
A kivégzésre várók egyébként akkor is természetesen viselkedtek, amikor pár órával az akasztás előtt, ezt az akkori törvények lehetővé tették, hozzátartozóikkal találkoztak. Ennek az idős úrnak a gyilkosa például egy brutális 31 éves fiatalember, az édesanyjától akart elbúcsúzni a börtöncella dróthálós ajtaján keresztül. Tulajdonképpen nem igen tudtak mit mondani egymásnak. Tehát az érzelmek azok, tehát nem a beszédben nyilvánultak meg, talán tekintetben nyilvánultak, inkább tekintetben nyilvánultak meg, testkontaktus különösebben nem lehetett, mert a drótháló, ami a drótháló megengedett, csak annyi volt. És a beszélgetés végén hogy váltak el egymástól? Az elválás az, hát az anya, az nézett vissza, és teljesen fegyelmezetten felállt az elítéletés, és kivonult. Egy borzasztó tragikus volt látni egy megtört idős asszony, aki biztos, hogy tisztessége, becsülete végig dolgozta az életét, és ott van a fia tőle 10 centire, 15 centire, aki nem sokáig fog élni már. Az akasztást néhány óra múlva végrehajtották. Néhány perc múlva eredeti dokumentum felvételeket láthatnak egy villamosszékes kivégzésről. Előtte azonban ismerkedjenek meg egy hajómodeleket készítő rablógyilkossal, aki ma már sajnálja, hogy nem akasztották fel. A 80-as évek talán leghíresebb budapesti bűncselekménye egy dúsgazdag Váci utcai kereskedő meggyilkolása volt. A bíróság halálra ítélte az elkövetőt, mert különös kegyetlenséggel ölt. Részlet a bírósági jegyzőkönyvből. A sértett erős ütésektől vesztette el az eszméletét. Az elkövető ekkor hegyes orru cipőjével 8 esetben belerúgott a fejébe és a nyakába, majd egy faszobor tömör, téglalap alakú talapzatával legalább 6 esetben a sértett koponyájára sújtott, aki ettől életét vesztette. Többször megütöttem, megrugdostam és végén egy faszoborra fejbe vertem néhányszor. A faszobor talapzata az ütésektől eltörött. A brutális gyilkosságért halálra ítélt Fodros Tibor ma 43 éves. Őt sem akasztották föl. Raptásai Picasso-nak hívják, mert életfogytig tartó fegyházbüntetése alatt az a dolga, hogy a börtönrácsokat festegesse. Ma már nincs lelkiismeretfordulása. Hát lelkiismeretfordulása? Nem, nincsen már. Fodros másfél kiló aranytárgyat vitt el a gyilkosság helyszínéről. Az elrabolt ékszerek egy részét édesanyjának szánta, csak úgy, mint ezt a gyufából ragasztott hajót, melyet egy év óta készít a cellájába. Fodros, még mielőtt kiderült volna, hogy mégsem akasztják föl, 9 hónapot töltött itt, ebben a síralomházban, akasztásra várva. Úgy kezelték ott az embert, mint egy húsdarabot. Nem úgy, mint egy elítélt vagy egy ember, vagy akármi, hanem mint akire vigyázni kell, mert a események végére meg kell tartani minden áron életbe. Ezért figyelték, hogyha csak elköhögtem magamat, már rögtön gyógyszert hoztak. Tehát egyszerűen, mint egy vágó állatot, teljesen úgy tartották. Az egykor taxisofőrként dolgozó Fodros a halálra várva sajnálta, hogy Magyarországon nem villamosszékben végezték ki az elítélteket. Szerinte ugyanis a villamosszék humánusabb, mint az akasztás. Hát nem tudom. Ezek a felvételek 1984-ben készültek amatőr videókamerával egy amerikai börtönben. It's time. Eljött az idő, mondják az őrök a halálra készülő elítéltnek. Innen a kivégző szobába vezetik a láthatóan megrettent többszörös gyilkost. A villamosszékbe ültetve leszíjazzák. A karját és a lábát korábban már leborotválták, hogy jó legyen az elektromos kapcsolat. Ráadásul a fejére is vasat tesznek. Pár másodperccel vagyunk a halál előtt, a kivégzésre váró arcán látszik az iszonyatos pánik. Végül leragasztják az elítélt szemét, nehogy az áramütéstől kiugorjon a szemgolyója. Majd elindul a Fodros Tibor által humánusnak tartott 2000 volt, és fél perc alatt végez a 42 éves gyilkossal.
Az igaz, hogy...